2012 óta a 8. angol tanfolyam indult el az Új Buda Prisma Nonprofit Kft. Hamzsabégi úti telephelyén. Idén először azonban németül is tanulhatnak a kerületi állásközvetítő irodánál regisztrált álláskeresők. A tanár szerint a 2 hónapos ingyenes képzésen csak belekóstolnak a legalapvetőbb nyelvtanba, amit később érdemes lesz továbbfejleszteni. Igazándiból ez egy teljesen kezdő tanfolyam, 8 hetes, és arról szól, hogy a német nyelv alapjait az álláskeresők megtanulják, hogy ezzel is segítsük a munkába állásukat. Mivel a képzés ideje rövid, a Prisma azon fog dolgozni, hogy a jövőben a tanfolyamot végzettek tovább léphessenek egy magasabb szintű kurzusra. Az első német órára Hoffmann Tamás polgármester is ellátogatott, aki köszöntötte a diákokat és átadta nekik a szintén ingyenes tankönyveket. Szerinte az eddigi képzések népszerűsége bizonyíték arra, hogy hasznos szolgáltatást nyújtanak. Angol tanfolyam igazából már 2012 óta folyik, ott több mint 400 ember vett részt ezeken a nyelvi tanfolyamokon. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az informatika is együtt indult az angolra, ez nagyon fontos, hiszen ez két nagyon fontos képzés, és amiben újdonság, amiben most indul, de szintén két csoporttal indul, ez a német tanfolyam, német alapszintű képzést nyújtunk itt. Idén az a különlegesség, hogy német tanfolyamot is indítunk, mert a korábbi évekhez hasonlóan akkora volt az érdeklődés, és most is azt látom, hogy plusz asztalokat kellett berakni, hogy mindenki el tudjon férni, és ezzel is szeretnénk bővíteni azt a portfóliót, amiben tudjuk részesíteni a 11. keleti álláskeresőket. Alapvetően álláskeresők, akik részt vesznek, de nagyon sok olyan ember jelentkezik, aki vagy magányos, vagy pedig szeretne egy kicsit közösségben eltölteni időt, így azért őnek is lehetőséget biztosítunk arra, hogy közösségi élményben, illetve tanulásban lehessen részük. Általában hétfőnként lesz 10 és 12 órakor az angol, szerdán lesz a német tanfolyam, szintén 10 és 12 óra között, az informatika tanfolyam pedig 9 és 11 óra között lesz csütörtöki napokon az önkormányzat épületében.